Házi verseny tartott szeptember 26-án szombaton a Kerecsényi László Íjász Egyesület. A reggeli esős időjárás miatt a vártnál kevesebben érkeztek a versenyre, de még így is szép számmal mérettették meg magukat az íjászok. 2004 óta íjászkodom. Ezek a versenyek inkább ilyen, de hát nem is a verseny, inkább ez egy ilyen jó kis gyakorlás, jó edzés, versenyszerű edzés. Ahogy, amikor csak tehetjük, eljövünk ide, jó a pálya, jók a célok, lehet gyakorolni. A verseny egyszerű lebonyolítási rendszerben zajlott, nem voltak külön kategóriák, a hangsúlya a jó hangulatra és a közös edzésre fókuszált. Az egyesület tagjai havi rendszerességgel rendszerint összegyűlnek és megtartják ezt az eseményt. A gyulaiak mellett többnyire Füzes Gyarmatról, Békés Csabáról, Mezőberényből és még a határon túlról is érkeznek íjászok. Hát lényegében egy kisebb íjászversenyt imitálunk. Itt most látható, hogy edzés, gyakorlás, bemelegítés, majd a terület további részén elhelyeztünk 12 különböző célokat, 3D-s állatokat, ügyességi, technikai célokat, meg egy kis távcélövészet, ami 40-től 140 méterig fogunk lőni. Kisebb csapatokra fogunk oszlani, és mindenki megkeresi magának az aktuális célt, és majd körbe mindenki lelövi, majd egy adott menetrend szerint. Közben is sütögetés, főzés, lángosütés és egyéb baráti közösségépítés is fog történni délután. A Gyulai Íjász Egyesület október 3-án szombaton ismét megrendezi a Gyulavár bajnoka csapatversenyt. Az egyedülálló íjászversenyen a 14 méteres várfalakról bástyák közül fognak lőni. A verseny egykörös lesz. 15 lőállásból 35-70 méter közötti célokat kell eltalálni a várfalról kifele, lefelé. Csak történelmi íjakkal, vadászíjakkal lehet versenyezni, természetes alapanyagú fa, bambuszvesszőkkel. Emellett fontos szerepet játszik a történelmi jellegű viselet is.